Köszöntöm a kedves nézőket, Tóth Tamás vagyok. Ma hajnalban is meglehetősen magas volt a hőmérséklet, különösen a nagyobb városok belsejében, vagy a magasabban fekvő helyeken. Akár nézhetjük mondjuk a prédikálószék környékét, ahol az alábbi kép készült a kissé párás hajnallal. Galgóci Katalinnak nagyon szépen köszönjük a pillanatképet. A következő kép pedig már szabadszálláson készült, és az látszik, hogy bizony megjelentek a hajnali égbolton ilyen gomolyos felhők. Ez a kép pedig Ripa Krisztiánnak nagyon szépen köszönjük, mert hogy ilyen gomoly felhők képződnek, és amikor a hajnali égbolton ezek megjelennek, akkor délután akár nagyobb eséllyel is számítani lehet zivatarok kialakulására. meteorfotokukac@mtva.hu az e-mail címünk. Sok szeretettel várjuk az önök képeit is, színesítsék az időjárás jelentéseket. És miért mondtam, hogy nagyon enyhe volt a hajnal? Nos, például a nagyobb városok belsejében, akár Budapest belvárosában, pontosabban egyébként a Jánoshegyen fönt, tehát a két tényező összeadódva, 24 fokot eredményezett hajnalban, de például Pécs felett a meccsekben is hasonlóan enyhe volt az éjszaka. Ehhez képest ma emelkedik a hőmérséklet, és még mindig nagy területen a Kárpát-medencén belül kánikula várható. Helyenként akár 35 fokot is elérheti, vagy kevéssel meghaladhatja a hőmérséklet a medence keleti részein. Viszont zivatarok kitörése valószínű a délután folyamán, mert hogy a délelőtt még alapvetően napos időt hoz, de délután meg lesz a feltétele a légkörben annak, bizony intenzív gomoly felhőképződés kezdődjön, és zivatarfelhők törjenek a magasba. Nagyjából itt ebben a sávban várhatóak egyébként nagy területen délután zivatarok, de Erdélyben is megjelennek, különösen a hegyvidéki területeken. Nyugaton pedig valamivel mérsékeltebb lesz a zivatarok képződése, mert ott a talaj közelében már beszivárog a hűvösebb levegő, ott 30 fok körül alakul a mai hőmérséklet, tehát a tegnapihoz képest már érezhetően alacsonyabb csúcsértékekre számíthatunk. De a keleti területeken is csökken majd a hőmérséklet, egyre több helyen 30 fok alatt alakul a következő napokban, és zivatarokra a továbbiakban is lehet számítani, mind az éjszakai, mind pedig a nappali órákban, összességében pedig sok helyen egészen a hét közepéig bezárólag, amikor is már egy picit szárazabb levegő érkezik, valamelyest csökken a csapadék kialakulásának valószínűsége, de a hőmérsékletben jelentős változás nem történik akkor sem. Kedves nézők, szép vasárnapot kívánok önöknek, viszontlátásra!